Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S plusz C Studio Kft. Szexárd. www.splusc.studio.hu. Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Több a kórokozó az enyhe idő miatt, pockok okoznak igazán fejtörést a gazdáknak. Korán kezdődött a pollen szezon, jön az allergia. Veszélyek az interneten, fiataloknak tartottak előadásokat rendőrök. Szentgáli Böllér verseny, idén is több csapat akarta elhódítani a Kolbász király címe. Jelentős károkat okozhat a mezőgazdaságban a tartós fagy hiánya. Elsősorban a szántóföldi növényeket érintheti érzékenyen a szokatlanul enyhe és szélsőséges időjárás. A szakember azt mondja, emiatt több a rágcsáló és a lisztharmat is korábban jelentkezik majd. Rügybe borult fák Szekszárdon február elején. A januári és februári szokatlanul tartós meleg megtette hatását. Sok növény már rügyezni kezdett, és emellett a kártékony rovarok sem pusztultak el. A szakember azt mondja, az enyhe időjárás miatt előbb jelentkezhet a lisztharmat, valamint a rozsda. A búzára és a repcére lesz ez rossz hatással. A kórokozókból valószínű, hogy több lesz, mert búzában, és ugye most repcében, ami a telelés ilyenkor történik, az várhatóan előbb jönnek be például a rozsdák, véleményem szerint a lisztharmat. Ugye a buja fejlett az állomány, nincs hideg, nincs olyan időjárás, ami számukra ne kedvezne, ezért én azt mondom, hogy a kórokozók biztos, hogy komolyabban fognak először jelentkezni, mint az általános. A szakember azt mondja, elszaporodtak a mezei rágcsálók is. A pockok rendkívül kártékonyak, jelenleg a vetett növényekben okoznak kárt, ezért megkezdték a védekezést ellenük. Száraz ősz volt, és hosszú, száraznak tűnő időszakok voltak. Ez a mezei rágcsálók egyedszámát rendkívüli módon felerősítette, és most folynak a védekezések. Szükséghelyzeti felhasználási engedélyeket kellett kérni már a Nébiktől kétszer is az időszakok meghosszabbításával, hogy ezt a gradációt féken tartsuk, ami nem könnyű. A gazdák ezentúl egy hirtelen jött fagytól tartanak, ami akár az egész éves termésüket is tönkre teheti. Elfagyhat a kajszibarack és a szőlő is. A csapadék hiány pedig a koratavaszi szántóföldi növényeknél okozhat majd gondot Vörös Géza szerint. Az időjárás előrejelzés szerint Tolna megyében a héten mínuszfokok is lehetnek, de utána 1 és 13 fok között alakulhat a nappali hőmérséklet, vagyis nem várható számottevő változás az időjárásban. Nem csak a mezőgazdasági termelőknek okoz gondot az enyhe időjárás, hanem az allergiásoknak is. A meleg idő miatt korábban kezdődött a pollen szezon. Már országszerte megjelent a levegőben a mogyoró, az éger, valamint a ciprus és tiszafa félék virágpora. A gyógyszertárakban is többen keresik az allergia elleni szereket. Idén korábban kezdődött a pollen allergia szezon az enyhe idő miatt. A pollen térképen jól látszik, hogy már országszerte megjelent a levegőben a mogyoró, az éger, valamint a ciprus és a tiszafa félék virágpora. Koncentrációjuk a hétvégén már többfelé az allergiás tüneteket is kiváltó közepes szintet is elérte, sőt a mogyoró és az éger terhelése helyenként már magas volt. A Dél-Dunántúlon jelenleg alacsony a mogyoró virágporának koncentrációja, ugyanakkor az elmúlt napokban előfordult, hogy az allergiás tüneteket okozó közepes szintet is mértek. A szakemberek felhívták a figyelmet, hogy a virágporra allergiás betegeknek érdemes gondot fordítaniuk a megelőzésre. Gyakoribb hajmosással, fürdéssel, takarítással, mosással és a kint tartózkodás minimálisra csökkentésével sokat tehetnek tüneteik enyhítéséért. A vén nélkül kapható szereket pedig időben be kell szerezni, ezt sokan már el is kezdték, mondta az egyik szexádi gyógyszertár vezetője. Elsősorban az antihisztaminok segíthetnek, hogyha
hogyha ez egy komolyabb probléma. Ezek között van, ami már kapható recept nélkül, több is. Van olyan, ami recept köteles, van olyan, ami nem antihisztamin, de rendszeresen szedve megelőzi az allergiás tüneteket. A szakember felhívta a figyelmet a kereszt allergiára is, vagyis arra, hogy bizonyos gyümölcsök fogyasztása fokozhatja a pollen allergiát. Dinnye és a vadkendernek a kapcsolata, szerintem azt nagyon sokan megfigyelték, hogy dinnye fogyasztása után is súlyosbodnak a tüneteik, és ráadásul nem csak rövid időre, hanem ha valaki egyszer eszik dinnyét, utána hetekig fokozottabbak a tünetei. De ugyanígy az alma és a nyírfa, és még más kapcsolatok is vannak, tehát ezeknek érdemes utána nézni. Az allergiásokat némiképp vigasztalhatja, hogy az elkövetkező napokban a visszatérő hűvösebb idő hatására átmenetileg várhatóan mérséklődik a terhelés. Ám a meteorológiai előrejelzés alapján a jövő héten sem számíthatunk tartósan fagyos időre, így várhatóan fokozatosan erősödni fog a koratavasszal virágzó fák pollenszórása. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint majd 11 ezer iskolai felmentési kérelem érkezett hozzájuk, vagyis ennyien kérték, hogy óvodás gyermekük ne menjen iskolába idén. A kérelmek 72%-áról már döntött a hivatal, és ezek 90%-a támogató, vagyis helyt adtak a kérelemnek. 2800 ügyben pedig még szakértői véleményre várnak. Az oktatási hivatal szerint minden szülő megismerheti a szakértői véleményt. Miként híradónk is beszámolt róla, az óvodás gyerekek kötelesek iskolába menni abban az évben, amelyikben augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket. Ez alól tavaly évvégéig az óvoda menthette fel az iskolai érettséget vizsgálva, illetve a szülő is kérhette, hogy tartsák vissza egy évig a gyermekét. Ám 2020. január 1-től az oktatási hivatal bírálja el az iskolai érettségi felmentéseket. Így ha a szülő úgy véli, nem érett még a 6 éves gyermeke valamilyen ok miatt az iskolába járásra, akkor a hivatalhoz kell kérelmet benyújtania. Baleset történt hétfő reggel a Szálka és Mőcsény közti úton, egy autó az árokba borult, a jármű a tetején állt meg. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetet valószínűleg az okozhatta, hogy a sofőr nem az út és időjárási viszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességét. A szekszárdi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. A balesetben a 29 éves sofőr sérült meg, őt a mentők kórházba szállították. Úgy tudjuk, 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülés szenvedett. Rengeteg bűncselekményt követnek el az interneten, leggyakrabban fotókkal és személyes adatokkal élnek vissza, Tolna megyében is több ilyen bűncselekmény történt az elmúlt hónapokban. A rendőrség most bűnmegelőzési előadássorozat keretében foglalkozott a témával, hogy minél kevesebben válhassanak a világháló áldozatává. Milyen veszélyeket rejthet magában egy közösségi oldal? Tehát próbáljuk meg ezeket összegyűjtögetni. Az internet veszélyeiről beszélgettek paksi általános iskolások még 2017-ben. A közösségi oldalakra feltöltött fotók tiltott felhasználása és a személyes adatokkal való visszaélés is szóba került. Anyukámmal fordult elő ilyen, hogy ráírt egy ilyen híresebb személy Facebookon, és utána kiderült egy órával később, hogy a profil hát ugye hamis. 2017 óta sokat változott az internet, ám a világháló nem lett biztonságosabb. Néhány hónapja mutattunk be egy esetet, aminek során egy nő felhasználó nevét és jelszavát ellopva a nevében küldtek fenyegető üzeneteket egy ismerősének Facebookon. De bosszúból feltöltött aktképekkel is gyakran követnek el internetes bűncselekményeket. A rendőrség sokat tesz azért, hogy az interneten senki ne váljon kiszolgáltatottá. Több kampányuk is ezt a célt szolgálja. Februárban például egy egész héten át a világháló veszélyeire hívják fel a figyelmet. Ezek a fotók például Dombóvári, Tamási vagy épp Dunaszentgyörgyi iskolákban készültek néhány napja. Tolna megye számtalan iskolájában tartottak a bűnmegelőzési munkatársaink a gyerekeknek előadásokat. Ennek az egésznek a lényege az, hogy tudatosítsuk a fiatalokban, különösen a gyermekkorú személyekben, hogy az internetezés egyébként nagyon jó dolog, azonban számos veszélyt rejthet.
A személyes adatokkal vagy fotókkal visszaélés mellett gyakori jelenség az is, hogy a besurranók használják a közösségi médiát. Azt figyelik, hogy a felhasználók mikor posztolnak az otthonuktól távoli helyekről. Az ilyen veszélyekre hívták fel a rendőrök a gyerekek figyelmét. Munkatársaink bűnmegelőzési tanácsokkal látták el az ifjúságot. Ennek keretében meséltek nekik arról, hogy hogyan töltsenek fel profilképeket magukról, hogyan készítsenek selfit, valamint arról, hogy hogyan védhetik le saját oldalaikat, akár a Facebookon, akár az Instagramon, illetve akár a Twitteren, hogyha valaki ilyen oldalt használ. A rendőrök az akció keretében összesen 5 Tolna megyei általános iskolában tartottak bűnmegelőzési előadásokat. Hagyományos sváb fúvós zenekari koncertet adott Gyönkön a Mecsek Nádasdi Alte Kameraden Blaskapelle fúvós zenekar szombaton. A vendégegyüttes a helyi Német Nemzetiségi Egyesület meghívásának elegettéve érkezett a településre. A Német Egyesület tagjai a Kis-Tolna megyei város egyik legaktívabb közösségét alkotják, részt vesznek a település valamennyi közösségi és kulturális rendezvényének szervezésében és lebonyolításában. Az 1993 óta működő Gyönki Sváb Egyesületnek jelenleg 165 tagja van. Nem kikötés csak az, hogy kimondottan sváb legyen, hanem sok a vegyes házasság, így a pár is jöhet egyesületi tagnak. Tehát mindenki egyesületi tag lehet, aki az alapszabályunkkal egyetért, el tudja fogadni, az bátran jöhet az egyesületbe. Idén 5. alkalommal szervezték meg a Szentgáli Böllér versenyt. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 2 csapat, a Szentgál Szőlőhegyért Egyesület és a Szőlőszem Civil Bűnmegelőzési Egyesület mérték összetudásukat. A csapatok orjaleves, pörkölt, káposztás étel, hurka és pecsenye készítését értékelte a zsűri. Idei újdonság, hogy a Kolbász Király címért még további 6 zombai csapat is versenybe szállt. Figyelmesen töltik a kolbászt az 5. Szentgáli Böllér versenyen. A Szentgát Szőlőhegyért Egyesület és a Szőlőszem Civil Bűnmegelőzési Egyesület idén is összemérte tudását a Böllér kupáért. A csapatok már korán reggeltől egy-egy körülbelül 150 kg-os disznót dolgoztak fel és készítették el ételeiket. A szentgáli csapat az eddigi 4 alkalomból 3-szor is elvitte a kupát. A csapatkapitány elmondása alapján a szervezettségben és a jól összeszokott csapatban rejlik a titkuk. Előre már hetek kezdődött megbeszéltük, hogy ki a Mielnek a feladata. Én például Főböllér vagyok, én a csapatomat rendeztem, aki nekem segít szétszedni a disznót, meg itt az asztalnál a töltés nem ilyen. Az asszony, akik Moris néni, aki főzi a húsleves, nem mindent, tehát ő csapatokra osztottuk. Mindegyik főzési folyamatnak megvan a felelőse. Én annak a felelőse vagyok, ő ennek a felelőse, tehát mindenkinek megvan a felelőse, tehát mindenki azzal foglalkozik, amit rábíztak feladatot. Az első Szentgáli Böllér versenynek Balogh László volt a főszervezője, azóta minden évben az ő emlékére rendezik meg az eseményt. Az egésznapos program végére kiderült ki 2020 Böllér királya és Kolbász királya. A Kolbász király címért még további 6 zombai csapat is megmérkőzött idén, mondta Balogné Gál Zsófia főszervező. Idén először első alkalommal hívtuk meg a zombai társcivil szervezeteket, hogy kicsit közelebb kerüljünk egymáshoz, hogy együtt valósítsuk meg a céljainkat, ezért őket csak a kolbász töltésre, tehát a darált húsból kaptak, és mindenki a saját íze szerint versenybe bocsáthatta a kolbászát, úgyhogy a Kolbász király címért idén 7 csapat szállt versenybe. A csapatoknak orjaleves, pörkölt, káposztás étel, hurka és pecsenye készítésben mérték össze főzési tudásukat. 2020-ban a Szőlőszem Civil Bűnmegelőzési Egyesület érdemelte ki a kupát, a legjobb böllér a Szentgál Szőlőhegyért Egyesület színeiben versenyző Takács István lett. A Kolbász király címet a zombai polgárőrök szerezték meg, a legjobb ételnek pedig a Szentgál Szőlőhegyiek pecsenyéje bizonyult. Farsangi műsorral lepték meg a két óvodások szüleiket és nagyszüleiket szombaton. A településen egyre több a gyerek, a mostani produkcióban 23-an vettek részt, de jövőre már 26-an lesznek a tervek szerint. Táncos jelmezes műsorral készültek a két óvodások a farsangi előadásukra. Szülőkkel és nagyszülőkkel telt meg a helyi művelődési ház szombaton délután. A gyerekek az óvodában és otthon is napokon keresztül gyakorolták a műsorokat. Darabokba próbáltuk a kis jelenetünket, a jelmezes verseket vagy szülő kereste, vagy mi. Otthon is gyakorolták, mi is.
és utána összeraktuk egy hét alatt. Ismerem az állatok, púvó rejtett helyét. Kétjen 2008-ban zárt be a helyi általános iskola, azóta csak óvoda működik a településen. Oda viszont egyre több gyerek jár, most 23-an vannak, és májusig még 3-an érkeznek az intézménybe. Minden erőnkkel a kis óvodánkra koncentrálunk, és bármilyen rendezvényük van, vagy bármilyen megmozdulás van az óvodába, legyen az egy udvari játék telepítése, vagy az udvar csinosítása, vagy teljesen mindegy, akár egy ilyen rendezvény is, mint amit most vagyunk. Ez nagy összefogás a falu részéről, hiszen a gyerekek azok itt a fő szereplők. Mivel szinte minden évben nő a beiratott gyerekek száma, ezért az önkormányzat folyamatosan fejleszti az intézményt. Szakmai szempontból megálmodják, hogy melyikek azok a játékok, amelyik igazából a gyerekeknek hasznosak, és akkor akár az önkormányzattal, vagy az alapítványon keresztül mindig olyan játékot próbálunk beszerezni, ami a gyerekeknek nagyon hasznos. A kéti óvodás farsangi előadás után a helyi nyugdíjas klub tagjai süteménnyel vendégelték meg a gyerekeket és a vendégeket. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót Somogy és Baranya megyékből. Búsószobrot avattak Mohácson, a város határában kapott helyet az alkotás. Hatékonyabban tudják gyógyítani a gyerekeket, új eszközt kapott adományként a Pécsi Klinika. Keresik a legjobbat a szakmák Európa-bajnokságára, Pécsen volt az országos döntő a szárazépítők között. Három busó vigyázza mostantól Mohács határát, pénteken délután egy szoborcsoportot avattak a baranyai településen. Trisler Ferenc szobrászművész több hónapon át készítette alkotását. Az eseményen elhangzott, fontos, hogy ápoljuk a hagyományokat, tiszteljük őseinket, amire jó példa a busókat ábrázoló szoboregyüttes. Busók és sokaszlányok állják körül azt a szoborcsoportot, amit pénteken avattak fel Mohács határában. A Dunaparti város legismertebb hagyománya a busójárás előtt tiszteleg az alkotás, amit Trisler Ferenc készített. A művész elmondta, bár hosszas munka előzte meg ezt a napot, reméli, hogy a mohácsiaknak örömet szerzett. Két hónap volt egy búsó elkészítése agyagból, de utána az agyagról gipsz másolatot kell készíteni, és a gipsz szobor az kerül a bronz öntödébe. Szóval 6 hónap alatt készült el a 3 búsó szobor. Hát plusz még egy-két hónap a gipszöntés. Az avató ünnepségen a település alpolgármestere beszédében kiemelte, a szoborcsoport megalkotásának ötlete a tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt Szekó Józseftől származik. Pávkovics Gábor hozzátette, a néhai polgármester azt szerette volna, ha a szobrok a busójárás előtt kerülnének ki a város határába. Ez most kormányzati támogatással megvalósult. A helyi akciócsoport körülbelül 34 millió forintos beruházásunkhoz 100%-os állami támogatást javasolt, és ezt a pénzügyminisztérium is jóváhagyta. Ezek a szobrok, ezek augusztus környékére már elkészültek, és várták a sorsukat egy raktárnak a mélyén. Csorbai Ferenc polgármester köszöntőiben úgy fogalmazott, egy város fejlődése nem csak az infrastruktúra megújulásában mérhető, hiszen szükség van a szellemi, kulturális értékek védelmére is. Jogos igényként fogalmazódott meg Mohácson a busók földjén, hogy a város különböző pontjain létesüljenek olyan alkotások, amelyek egészében emlékeztetnek legismertebb népi tradíciónkra, a busójárásra. És most itt van egy új szép mementó, amely kifejezi összetartozásunkat és az ősök iránti végtelen tiszteletünket. A szoborcsoport nem csak a mohácsiaknak készült. Cél, hogy az ide látogató turisták már a város határában tudják, milyen fontos ez a hagyomány a településen, hangzott el az eseményen. Sok szülő rémálma, hogy gyermeke például gombelemet, vegyszert vagy éppen sérülést okozó apró tárgyat nyel le. Ilyenkor azonnali orvosi beavatkozás kell, azonban nehezíti az ellátást, ha a gyomorban lévő ételmaradékok akadályozzák az endoszkópos eszközt a probléma megtalálásában. Ezen segít többek között az az eszköz, amit hivatalosan pénteken adtak át a pécsi gyermekklinikán. Ennek a különleges öblítő pumpának köszönhetően nem kell többszöri altatásos vizsgálatnak kitenni a kisgyermekeket. Vastag béltükrözést végeznek ezen a felvételen a pécsi gyermekklinikán. A kicsiket elaltatják ehhez. Ez az új eszköz segít abban, hogy eredményesebben tudják megtalálni a beteg területeket. Ez az öblítő pumpa, a benne elhelyezett steril vizet, ez a pumpa segítségével az eszközhez
csatlakoztató csőbe áramoltatjuk, és ezzel a lábpedállal tudjuk működésbe hozni, illetve lehet változtatni a vízsugárnak az erősségét, valamint ez meg is melegíti ezt a vizet ezen a kis platón, és ezáltal nyilván testhőmérséklet a folyadékot tudunk bejuttatni a betegbe, amivel szépen tisztára tudjuk mosni a felszínt. Gyomortükrözésnél is használják az eszközt. Sajnos gyakran előfordul, hogy a gyerekek lenyelnek olyan tárgyat, például egy gombelemet, ami megbetegítheti őket. Ilyenkor a táplálékkal teli gyomorban kell megtalálni az idegen testet. Vastagbéltükrözésnél kiemelten fontos, hogy szennyeződésmentesen lássák a vizsgált területet. Ebben segít, ha tisztára tudják mosni a vizsgált részt a betegben. De más veszélyforrást is kizár az öblítőpumpa használata. Miután a vizsgálatok altatásban történnek, ezért adott esetben az altatásos vizsgát ismétlésére szorulhatunk, és ezt pedig szerencsés lenne elkerülni. Tehát ezzel az eszközzel azt tudjuk megcsinálni, hogy a tisztára mossuk a felületet, ezáltal jól tudunk tájékozódni, jól tudunk manőverezni, és a mintavétel és a terápiás beavatkozásokat is így nagyobb biztonsággal el tudjuk végezni. Az eszközt egy alapítvány adományaként kapta most a Pécsi Gyermekklinika. Sajnos manapság szemmel látható, hogy nagyon sok egészségügy különböző életmentő készülékek hiányában van, és így több gyermekkórházat is felszoktam keresni segítségnyújtás céljából. Mindig az alapítvány három gyermekkórháznak tudott segíteni, és bízunk benne, hogy a jövőben még több kórházat, több beteg gyerekeken tudunk segítséget nyújtani életmentő készülékekkel. Mikor a Pécsi Gyermekklinikán járt az elnök, akkor tudta meg az orvosoktól, hogy nagy szükség lenne erre a készülékre. Országos gyűjtést szerveztek, és így tudták beszerezni a 800 000 forint értékű orvosi eszközt, amely az endoszkópos beavatkozásokat segíti mostantól. Pécsen mérték össze tudásukat az ország legjobb száraz építői, közülük kerül ki az a szakember, aki a Euroskills versenyen képviselheti Magyarországot. A megmérettetésen gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk a Pollák Mihály szakgimnázium tanműhelyében. Megnyerte a szakmasztár versenyt tavaly Donai László. Most a szárazépítő szakmában a Euroskills-re, vagyis a szakmák Európa-bajnokságára készül. Pénteken a Pécsi Pollák Mihály szakgimnáziumban tartották a döntőt a hazai indulók között. Lászlótól azt kérdeztük, hogyan lesz valaki szárazépítő. Azért kerültem ebbe a szakmába, mert amikor még 8. osztályos voltam, nem tudtam dönteni, és akkor az apukám javasolt ezt a szakmát, hogy ezzel jól is lehet keresni, meg itt lehet alkotni, ki tudja az ember élni magát, és hát ezért választottam. Sport mellett is jót csinálni, tehát ez volt a legjobb döntés szerintem. A szárazépítő szakma 2011 óta szerepel ezen a néven a szakképzési listában. Előtte gipszkarton szerelőkről beszéltek, de ma már ez más, mondja a szakoktató. Sokféle ismeret szükséges ahhoz, hogy valaki ebben a szakmában nagyon jó legyen. Nyilván ez más szakmára is igaz, de úgy véljük, hogy ez a szakma egy olyan szakma, ami rettenetesen nagy sebességgel fejlődik. Nem is annyira az anyagokban, mint inkább a technológiákban nagyon sok újdonság van, és ennek az elméleti alapja mellett nagyon fontos az, hogy a gyakorlati ismeret minél mélyebb lehessen. Ma már csak egy része a gipszkartonozás a szakmának, mondja az oktató. Pécsre egy válogató után érkeztek négyen, akik előtt megvan az esély, hogy kijussanak a szakmák Európa-bajnokságára. Ők Magyarország azt gondolom legjobbjai, hiszen ők közülük fogjuk kiválasztani azt, hogy ki az, akivel képviseljük a szakmát Grazban, a Euroskills 2020. Innen lenne egy versenyző, én lennék a szakértője, tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy versenyző-edző kapcsolatot. Mi ezután 120 napot fogunk foglalkozni egymással, illetve magával a szakmával. Tehát egy 120 napos felkészülés után, illetve mentális tréningek után fogjuk kivinni ezt a versenyzőt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatja a versenyzők és a csapatok felkészülését a szakmai versenyre. Grazban tartják majd ősszel a Euroskills-t, vagyis a szakmák EB-jét, ahol szeptember 16-a és 20-a között 40 versenyszámban több mint 500 versenyző részvételével rendezik meg a kontinens bajnokságot. És végül nézzük a legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Több a kórokozó az enyhe idő miatt, pockok okoznak igazán fejtörést a gazdáknak. Korán kezdődött a pollen szezon, jön az allergia. Veszélyek az interneten, fiataloknak tartottak előadásokat rendőrök.
Szengáli Böllér verseny, idén is több csapat akarta elhódítani a Kolbász király címet. Kedden hidegfront alakítja az időjárást, élénk északnyugati szélre van kilátás, erősen felhős, borongós, de számottevő csapadéktól mentes időre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!